12. fejezet. Az aranyszőrű bárány. A nagymama hiába ígérte, hogy meghal. Eleven volt, mint a csík. Olyan színű volt az arca, mint a dércsípte kökényé. Az asztalost megrúgta, midőn az mértéket akart venni a koporsóhoz, felült, ami már nem volt szokása, és fonni kezdte a haját. A más világra öltözködik, mondta Don Quixote, aki úgy figyelte az öreg asszonyt, mint valami természeti tüneményt. A legtöbb haldokló szívesen felkelne az ágyból, hogy szétüssön az örökösök között. Azért csak vigyázzunk a nagymamával. Lázár a Bibliában 3 napig volt halott, aztán mégis visszajött. A nagymama néha tompa szendergésbe merült. Don Quixote és Gyöngyvirág kiszöktek a házból, és elmentek a hegyre, ahol a fenyőfák alatt oly száraz és síkos volt a fű, mint egy bálteremben. A nap átpiroslott a hegyeken, mint egy borissa öreg, aki Gellért hegyi szemeltből felöntött. Don Quixote tudott egy kis korcsmát a hegyoldalon, amely félig fűszeres bolt volt, félig csárda. Külön szoba volt itt, amelynek számos leskelődő lyuka volt, amelyen át a fűszeres családja, és a szomszédok kandi szemmel lesték meg a Pestről kirándult szerelmeseket, akik bizony megfeledkeztek magukról. A férfiak oly bambán viselkedtek, mint a fiatal bikák. Többnyire már nem volt hideg a szívük, midőn a hölgy kedvéért a hegyre másztak. Szalámit és habos sört fogyasztottak. Legfeljebb azt látták, hogy a fekete asszony mindig a fejemhez akarja vágni a sörös üveget, mondta Don Quixote elmerengve. Villogott a szeme, mint egy olá cigányé, ökölbe szorult a keze. Mi maga nekem? A szeretőm, akit én szeretek, vagy a kitartóm, aki a kalapos számlákat fizeti, kérdezgette. Felugrom, felbizén, kiáltozta, holott megígértem, hogy majd csak békében hagyom egyszer, vagy olyan leszek, amilyennek ő kívánja a férfiakat. Vicceseknek, erőszakosoknak, farkas falánkságúaknak, marhahajcsároknak, közönségeseknek, de erőseknek. Némelyik nőnek a lelke mélyén ott szunnyadoz valami a tót szolgálóéból. Előbb jól meg kell verni, hogy az orra vére folyjon, aztán megsimogatni. Verjen meg, kérte, amikor nagyon megbántott. Ha engedelmeskedem, sohasem szabadulok meg tőle. Gyöngyvirág nyitott szemmel hallgatta a boldogtalan úriember vallomásait. Annak meg jó esett, mint ez már a bánatban szokás, ellentmondás nélkül toldani egyik szót a másikhoz. Szép kövér szardíniákat hozott a fűszeres és udvari sert bontott. Kis piros lópaprikákat tett az asztalra, amelyeket a szerencsétlen úr behunyt szemmel fogyasztott. Azt hiszem, meggyógyultam mellette Gyöngyvirág, mondta azon a napon az úriember, midőn a nagymama még mindig úgy kergette el a halált, mint a zöld házban a részeg muzsikust. Mars, mondta a gyertyák lobogó kékségében mutatkozó vigyorinak. Te vagy az a szőke füst, amely akkor száll fel a kéményekből, midőn már nem lövöldöz a kemencében a bükkfa görcse, hanem csendes, állandó, boldog parázs melegít egy hosszú életen át, szólt a lovag, és megsimogatta Gyöngyvirág haját, amely fodros volt, mint a holdsugár a vize. Nem mondom, hogy sohasem szerettem életemben a vadat, amelyen fogolyfészek és szénak az alillata, és erdei avaron égett tőkének a füstje érzett. Kocsiból mindig kihajoltam, idő mezitlábas nőket láttam mendegélni a fagyos sárban. A
Az erdők, mezők, vad gyermekei, vándor cigánylányok sötét csengője. Pásztor tűz szemű pusztai nők szilajsága csak úgy vonzott, mint a táncos nők rózsaszínű papucsa, a színésznők bepúderezett haja, a delnők fényesített körme. A vadfű és a selyem suhogása egyformán be tudta tölteni a szívemet. A falusi kút mellett énekelgető virágregés szolgáló vérpiros orcimpájára, csak nem olyan sokáig gondoltam, mint az orchidea frizurás rejtelmesen felöltözött úrhölgyekre. Csak az ifjúságot véltem béka hideg kezűnek, kagylónyálkásnak, otrombának, mert nem ismertem. Pedig a fiatal fának a legízesebb a levele. A lelke forrás tükre, amelyben könnyen megpillanthatja saját ifjú arcvonásait az elátkozott vadász. Mondd el élettörténetedet, gyöngyvirág. Képzeletben már úgy is tudok rólad mindent, te elátkozott csipkerózsika. A nagyanyád a vasorúbába még sokára ül fel a seprűnyélre, hogy átlovagoljon a Gellért hegyre. Halljuk a történetedet. Szerelmes vagyok egy Imre nevű fiúba, akinek a nevét felírtam a svábhegyi padokra, belett egyszerűen gyöngyvirág, mintha a lovag mellett megszokta volna az őszinteséget és a nyílt szavakat. Ez csak az Onet regényben van, dörmögte Don Quixote. Te azonban nem vagy zárda növendék, akinek illik a titkos jegyesség a gimnazistával. Igen, pontosan láttad az életet a nagymama mellett. Azok a nők, akik a város legszerencsétlenebbjei módjára kúztak fel a zöldház lépcsőin, valamikor mind ifjak és idealisták voltak. De nem tudtak mit kezdeni az ideájaikkal, sem az ifjúságukkal. Remegtek a társadalmi törvények és szokások alatt, mint a virágok, amelyekhez nem szabad nyúlni. Holott, ha felhasználták volna az ifjúságukat, sohasem jutottak volna a ma nyomorult sorsra. Csak nézd végig őket, gyöngyvirág, akiket te ismertél. Azok mind a 20. évükön felül jutnak az elzüllésbe, mert reménytelenül tűnt el az ifjúságuk. Kielégítetlen vágyakat, lassan elhervadt álmokat, nem egyszer megalázó emlékeket cipelnek magukkal az ifjúságból, mint az öreg asszony, aki virágot szedett, de mire kér az erdőből, rőzseköteg van a hátán. Egyik sem mondhatja el a szerencsétlenek közül, hogy engedték volna őt nyílni, mint a vadvirágot. Iskolai padok alá szülői Crispinek és atyai slafrokok mögé rejtették őket, ahelyett, hogy kitárták volna az ablakot a húsvéti reggelen. A fiataloknak kell szeretni, és nem az öregeknek. Bukfencet kell már vetni ennek a mostani világrendnek, hogy megint szép emberek jöjjenek a földre. A nők megelégedettek, a férfiak urak legyenek, mint a keleten. Az én véleményem, gyermekem, hogy a fiatal férfiak csak érett nők közelében lelik meg a boldogságot, míg a fiatal nők tapasztalt oroszlán szakállas férfiak mellett. Az egybekelő párok közül az egyiknek mindent kell már tudni az életből, hogy megóvhassa, megtarthassa társát azon az áron, amelyet saját boldogtalanságával vett meg. De még nem tudsz semmit. De én mindent tudok az életről. Don Quixote oly ájtatosan beszélt, hogy végül elnevette magát, és felhajtott egy pohár habos sert. Ki ismeri az életet? Senki. Én is csak annyit tudok, hogy melletted megifjodok, az izmaim ismét feszülnek, harci kedvem támad, mint már régen nem.
Szeretnék elmenni az erdőbe és megverekedni az óriással, érted? Gyöngyvirág ekkor nagyon elálmélkodott a lovak szavain, így nem beszélt hozzá senki. Ugyanezért próbára akarta tenni Don Quixotét, mint a királyfit a gyermekmesében. Tudja, hogy nekem gyermekem van? Akire nagyon sokszor gondolok, akit magamhoz veszek egyszer, akit én fölnevelek, egy fiú. A lovak csendesen mosolygott. Hol van az a fiú? A Lelenc házban, de megesküdtem, hogy nem hagyom elpusztulni. Ha egyszer férjhez megyek, ő lesz az első gyermekem, a legelső, akit a karomon vittem őszi este Pesten. Úgy érzem, mintha az enyém volna. És Gyöngyvirág ekkor elmondta Pongyi Sándor történetét. Azóta mindig vele álmodom. Látom őt a hideg kapuajban feküdni. A piros szalagocskákat fújdogálja a hűvös szél. Az óra nyolcat kongat, és a gyermek sírni kezd. Fölrettenek álmomból. Senki sem hallotta meg a csengettyű szót a Lelenc házban. Meghallották, megszokták hallani, felel derűsen Don Quixote. Így még jobban tetszik nekem maga. Gyermeke van, mint a Szűz Máriának. A kedvéért én is szeretni fogom a fiút. Kivesszük a Lelenc házból, fölneveljük, megtanítjuk lovagolni, vívni, táncolni, kártyázni. Egyszer az estéjén, mint a francia regényben, találkozik vele a valódi anyja, és beleszeret. Reménytelenül, halálosan. És ráismer a farkas fogról, amely a nyakában lóg. Regény. Megfogta Gyöngyvirág kezét, és egyenként beszélt az ujjaihoz, mint a mesemondásban. Ma holnap árva leszel, Gyöngyvirág. Az öreg hölgy annyi ideig haldoklik, hogy minden könnyed elfogy a temetésig. Már látta gyermekkorod óta a borzalmas életet, a csúfot, az álomriasztót, a megváltástalant. Neked többé azokba az utcákba nem szabad menni, mert már nem mehetnél végig a régi erkélyek alatt többé gyermek módjára. Fejedre hullana a portörlő rongyok szemetje, az élet piszka. 15 éves vagy, hosszú és gyönyörű élet küszöbén állsz, amikor minden nap szebb leszel még hosszú ideig. Megnő a hajad, mint a tündérek fonala a holdvilágos éjszakán. A fuvola hang már is próbálkozik a lelkedben, mint a fiatal rigónak a hangja. A legközelebbi márciusi eső majd lemossa arcodról az ifjúság kis jelvényeit, a boldog szeplőket, foltocskákat. A derekad hajladozni kezd, mint fiatal fa a szélben. A hangod többé nem lesz vékony, mint az angyaloké, hanem tömör, aranypengésű, mint a nőké. A bokád megfeszül, mint a szarvasé. Az álmodban nem mindig csak sárga pejhes kis kacsák hápognak a zöld réteken, hanem eljönnek azok a különös hieroglifek, amelyeket magadtól nem tudsz megfejteni. Most jön tavaszod, és egyedül vagy, mint a virág. Mire te nagy, széles csípőjű évakeblű nő leszel? Én már szépen megöregettem. Elmehetsz, elhagyhatsz, de addig vezetlek és gondotat viselem. Vagy szeretni fogsz mellém húzódol hideg téli estéken, és én mesélek neked hosszan, tanulságosan. Vigyázni fogok reád, mint egy cserép különös növényre. A napra teszlek, megöntöztetlek az esővel, kiművellek, és megtanítlak arra, hogyan légy jó nő, mert a többi úgysem ér semmit. Csak egy jó ember mellett maradhatnak szépek a nők, aki sohasem vág ostorral, sem lelkükbe, sem arcukba. Az uzsonna elfogyott. Gyöngyvirág imára kulcsolta a kezét. Istenem, megfeledkeztem a nagymamáról.
A temetésről kézen fogva jöttek haza. Gyöngyvirág nem sírt már, mert Don Quixote fogta a kezét, és halkan beszélt hozzá. Az öreg hölgy, akit eltemettünk, rosszul rendezte az életét. Soha sem volt boldog. Csak egy gyertyácska égett éjjel az ágya mellett, a másnapi gond. Csak egy Szent János bogárka bújkált az ablaka alatt, a pénz bogara. Mikor a haját fésülte, mikor a testét füröztötte, mikor a tavaszt látta, vagy a jégtáblákat a Dunán, nem jutott eszébe, hogy egykor meghal, és hiába élt. De nekem van egy aranyszőrű bárányom, amelynek csengője mindig azt harangozza, hogy élet, élet, szép élet. Lehet, hogy ez az aranyszőrű bárány csak képzeletben van, de meg lehet a valóságban is. Hol van? Kérdezte Gyöngyvirág. Messze innen, de a csengőjét most már mindig hallom. A keresztények feltámadásnak is nevezik. Még messze a húsvét, sóhajtott Gyöngyvirág. De annak nincs kalendáriuma, akinek a lelkében él a feltámadás. Téged kellett látnom, időn a más világra készülődtem, hogy eszembe jusson az aranyszőrű bárány, amelynek csengője az ifjúságról zenél. Hogy a te ártatlan, hambas, lilaködös ifjúságodon át még visszatérhet hozzám az elpártolt élet, amint a vándor madarak visszajönnek, mikor a fák és mezők felveszik új köntöseiket. Ő elment mellőlem, mert nem fogtam két kézzel, mert rossz nők szennyes szoknyájához vagdostam, mert nem becsültem, mint az oltári szentséget. De most megint visszatért, mint az árnyék, ha napfénybe fordul a gyalogösvény. Látod őt, itt van a vállamon, a szememben, az ajkamon, a kezemen, és most messzire elmegyünk, messze. Hogy senkit se lássunk az itteniek közül, fenn a Kárpátok között, hosszú gatyájú sötét zöld erdőkben, ahol csak a vízesés jelenti az időt, van egy kis házam, amelyet annak rendeztem be, akit a legjobban szeretek az életben. A fák ilyenkor úgy hallgatnak, mint a titkok. A hegyek lefújják a ködöt a völgyre, a tűznél anyóka gugol, és kiszáradt kezeit boldogan melengeti. De nappal fénylik a novemberi nap, mint az öreg harcos sisakja. Jó emberek laknak a hegyek között, a törpék és jóságos manók maradékai. A nőknek kék szemük van, mint az erdei virágnak, a férfiak hallgatagok. Fehér juhok és kis tehenek legelnek a hegyoldalakban. A fekete varjak halkan száldosnak, mint a mese. A fák néhol aranyból vannak, és a patak úgy zúg, mint a boldog magány boldog gondolata. A tátra keblén fénylik a nap, erdőben csönd van, mint az öregek szívében. És az aranyszőrű bárány megrázza a csengőjét a piros réteken. A múltból csak a nagy fekete kutyát visszük magunkkal, mert ő ártatlan. Eljössz velem innen messzire? Elmegyek, felel Gyöngyvirág, és úgy érezte, hogy születése óta ismeri és szereti Don Quixote-t, az ifjúságot, a regényt.